Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Subnautica 41. epizódja. Macska, el innen. Na, onnan folytatjuk, ahol a legutóbb abba hagytuk. Van egy üzenetünk, kezdjünk is ezzel még mielőtt elfeledkezek róla. Próbáltam egy kicsit... Oh my god. Videózás nélkül játszani, és kiderült, hogy akkor is kifogy a játék, úgyhogy szerintem a Precursor update-tel jött valami nem kellő újítás, ami újabb memória leaket eredményezett, és minél mélyebb egy bajom, vagy minél mélyebb helyen vagyunk, és több tucot kell betölteni a játéknak, annál inkább valószínű, hogy kifagy. Ez ellen sajnos nem tudok tenni semmit, úgyhogy megpróbálok... Mi a fasz? Jaj, persze, eldobtam az egyik olyan nyolját. Nem tudok ezzel semmit sem tenni, úgyhogy megpróbálok úgy játszani, hogy gyakran mentek, és ha esetleg kidob a játék, akkor visszalépek, és onnan folytatom a videózást. Hát, bírjunk most ezzel kicsit együtt élni, srácok. Valószínűleg a fejlesztők már dolgoznak a problémán, remélhetőleg én is jelentettem, meg láttam, hogy többen is írták már mindenféle országból, úgyhogy remélhetőleg hamarosan megoldódik ez a probléma. Na, folytassuk is a üzenettel. Lifepod 13. Kaptunk egy koordinátát. Jesus, az jó messze van. Erős a gyanúm, hogy azt már meg is találtuk. Hogy az a 12-es volt, amit itt a bajom mentén... Mindegy. Lényegtelen, az az igazság, hogy ezeket a bajomokat, vagy a lifepodokat nem is nagyon érdemes megtalálni. Illetve keresni, inkább így mondom, mert jóformán csak az elején, itt a sekélyesben lévőben találunk hasznos dolgot, mint például a... Ugye találtunk egy teljes felszerelést a Radiation Suitból. Igazából most nagyon nem fogom őket megkeresni, de majd ha esetleg eljutunk arra a szintre, hogy nem fagy ki a játék minden egyes vándorút során, akkor majd talán felkeressük őket szépen sorba, és mindegyiket megnézzük, hogy mit tartogat a számunkra. Viszont együnk egyet, még mielőtt bármit is tennénk, hiszen elég alacsonyan van a kalóriánk, meg a folyadék... nem töltött. Mennyit tölt ez mostansága? Csak egy percet. Úgy tudtam, hogy 70-et. 50-et. Ja, igen, a kaja tölt 70-et, a Nutrition Block. Úgyhogy még két bulbót benyomunk mellé. Remélhetőleg nem lesz Bloodlass. Oké. Jéj, túléltük Bloodlass nélkül. Szuper, tehát akkor ezzel is megvagyunk. És mivel nem mehetünk túl messzire kalandozni, ezért most egy időre az Aerogel keresését felfüggesztjük. És arra gondoltam, mi lenne, hogyha megpróbálnánk egy stalkert megszerelíteni. Ketten is, illetve egy ember kérte ezt a kommentbe, és valaki lájkolta, úgyhogy legalább ketten szeretnék látni, hogy is működik ez. És bevallom, hogy én is, mert még csak egyszer próbálkoztam vele, és annak nem volt jó vége. De ha egy kicsit jobban... odaadjuk magunkat az ügynek, akkor talán sikerülni fog. Gyorsan csinálok egy elemcserét, hogy legyen megfelelő mennyiségű egérutunk. Ez miért merült? Ja, persze, használtam. Legyen elég energiánk egérutat nyerni, ha esetleg úgy adódik a történet. És aztán nincs is több üzénk. Feltöltött elemünk. Ja, nincs több. Oké, akkor maradjon benne a 98%-os. Többit pedig behajítjuk. Hagyd töltsön föl. Sok mindenre most nem lesz szükség, úgyhogy le is dobálom a felesleges azokat, például a Habitat Builder nem kell. Szkennert magamnál tartom, hát ha adódik valami olyasmi. A Laser Cutter az most itt marad. Mondom, itt marad. Úgy. Mert valószínűleg nem lesz rá szükség, és inkább a light sticket fogjuk beállítani. Na, igazából nem nehéz a dolog, legalábbis állítólag. Sötétedik? Szó-szó. Próbáljuk meg azért. Van-e nálam medikit? Vegyünk magunkhoz még egyet, én a mondó vagyok. És hát akkor menjünk. Menjünk a mi drágalátos kis bubinkkal. Igazából mentetnénk egyet már most itt az elején. Össze kell fogdosnunk néhány peepert. Jézus. Wow. Nem tudom, hogy specifikusan mit szeretnek, vagy... Nem is kell messzire mennünk. Itt van a izé... A zátonyon. Nem. Nem hozzuk magunkkal a... Ej!
Nem mozzuk magunkkal a bubit, vegyünk gyalogost. Amúgy is kevésbé szaglat a játék, hogyha rossz, hogyha úszunk és nem pedig merülünk valami tengeralattjáróval. Próbáljunk ki egy ilyen halat. Azt a nyádust. Komolyan? Na végre. Megnézzünk akkor Peepert. Anyád, úristen itt. Ott van még egy. Hát igen, sötétedik. Shit. Nem baj, megpróbálkozunk vele. Elvileg nem kell semmi más tennünk, mint hogy... így. Hogy a kezünkbe tartva fölkínáljuk neki. Hát nem lesz túl kellemes egy merülés, azt már most látom. Mert sötét van. Miért is ne tenném én ezt sötétbe, ugye? Abszolút a hülyeség. Na mindegy. Éljünk veszélyesen. Na már, ha nem fagyunk ki éppen. Hello? Oh, igen. Sun is setting. Fuck! I hate this. Na, ennél veszélyesebb módon nem is értnénk. Ott van egy különálló stalker, ez pont jó is. Szerintem... próbálkozzunk meg vele. Hello, stalker! Stalker? Hello? Nézd, hoztam neked halat. Hal? Hal? Ó, megette! Agyam eldobom! Szervusz! Elég csúnya vagy, azt kell mondjam. Jó, tehát ő nem bántott. Ez már egy jó dolog. Azt is megette. Oké, igazából ez nem szelidítés. Tehát most, ha meglátjátok, hogy itt maradok a közelébe. Tehát itt maradunk. Egy kicsit még szelíd. Ah, jó, oké, még szelíd. Ó, itt van a levegőnk is, nagyon jó. Bubu. Oké. Egy ideig rendben vagyunk vele. Tehát most nem bánt. Ez szép és jó. Még mindig nem bánt. Van egy idő egyébként, amikor megunja a dolgot és megint nekünk ugrik. Jelenleg most még jók vagyunk nála. Az a lényeg, hogyha... ha magára hagyjuk és aztán visszajövünk, akkor utána megint agresszív lesz. Tehát inkább ez egy védelmi mechanizmus, mint sem, hogy szelidítésnek nevezném. Hiszen ugye le kell merülnünk oda az átonyok közé, oda a hínárosba, a fogaikat felszedni, és tulajdonképpen védekezésképp használhatjuk azt, hogy oda dobunk neki egy halat. Így nem fog minket követni, tehát nem tudunk neki parancsolni, nem tudjuk utasítást sokkal irányítani, de nem támad meg minket. Tehát igazából ez inkább védelem, mint szelidítés, hogyha a kezünkbe tartunk halat. Ó, megette. Wow. Négyet fogtam, mindet felzabálta. Hú, jó, tehát a különböző féle halakból egyetlen harapással megeszi az összeset. Tehát volt nálam két típőnek, volt nálam két... mi a fene az az a... nem is tudom, milyen halnak hívják. Most bosszant, hogy milyen hal. Data. Alien life form, fauna, parazit. Fúj. Ez egy pusztus hal. Shuttle bug. Ja, igen, egyébként itt láthatjátok, hogy felszedtem azokat a rózsaszín kis sziklára ragadó valamiket, amik ugye ilyen buborékként működnek, de nem lehet belőlük aerogelt csinálni. Threat level? Ilyen nagy? Miért? Alig sebeznek. Van itt mindenféle növény. Na mindegy, volt az a másik fajta hal, és egy harapásra megette a kettő darab peepert, ami nálunk volt, és egy harapásra megette a másik fajta halat is. Úgyhogy, ja, inkább nevezném ezt a védelmi mechanizmusnak a izékkel szemben. A stalkerekkel szemben, mint szelítésnek. Csak hogy megmutassam, hogy ez mennyire igaz. Most visszamegyünk. Elvileg még ugyanott fog körözni a stalker. Eléggé permanens helyük van, hogyha megfigyelitek, tehát az valahol ott lesz, a buborék. Ott is van, látjátok? És visszaúszunk, de most már megfog. Most már 80%-ig biztos, hogy meg fog támadni. Hello? No? Nem, még mindig nem. Oké, ez érdekes. Van a buborékom. Oké, akkor úgy látszik most, hogy... most ezt megváltoztatták. Mert elég sokáig szelíd marad. Még mindig. Gyerekek, lehet, hogy tévedtem.
Szelíd. Nice. Ez komoly. Még mindig. Borzalmas hangokat ad ki magából, de szelíd. Oké. Ez érdekes. Megpróbálhatnánk még valamit. Ugye itt van a szelíd. Oda megyünk a nem szelídhez, hogy vajon megvéde. Erősen kétlem. De lássuk, hogy hogy alakul a dolog. Hol a másik? Ő az ügye? Ja, ő a szelíd. Ő meg a nem szelíd. Na lássuk, ez most tökéletes alkalom. Hey, ne menj el. Ne menj el, meg kell védened. What? Ennyire megváltozik a viselkedési formájuk, ha ránk hajnalodik? Nem. Még mindig támad, de nem véd meg, tehát nem viselkedik úgy, mint egy háziállat attól, hogy megetettem kétszer, viszont már nem támad. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit lehet egyszerre megszelíteni. Mármint úgy értem, hogy... mind a kettő passzív marad-e velem szembe, ha mind a kettőt megkínálom hallal. Ahogy boomerang fish, igen. Nem tudom miért, de valami diszkosz halat akartam mondani, mert ő idiotizmusból. Te vagy a passzív. Te vagy a... Hello, te vagy akkor az agresszív, ugye? Gyere csak ide. Hey. Snack. Oh yeah, megette. Nice. Kettő passzív stalkerem van. Ezek nagyon jó pofák. Borzalmasan idiótán néznek ki. Ugyanakkor jól. És ez így tök poén. Oh. Ez így igen, így azért... Au! Fuck you! Au! Azt mondja, egy... au! Oké, tehát az egyik, az visszavadult. Hogyha elkezdek ott matatni lent, akkor vissza... Oh my god! Akkor ő megharap. Tehát igen, tehát nem permanens a dolog, viszont tovább tart, mint régen. Úgyhogy ez is egy újdonság, ez is egy jó dolog. Elég sokáig szelíden lehet őket tartani, azt kell, hogy mondja... nincs levegő. Oh my god! Blup! Hú! Ez aztán epic medikit használat volt. Kiugrottam, mint egy fucking delfin. Oké. Nagyon jó. Nos, mivel olyan messzire menni nem tudunk, és tulajdonképpen gyalogost vagyunk, ezért miért is ne szednénk össze némi nyersanyagot itt a sekélyesben úszkálva, nem igaz? Mondok sekélyes, de remélem nem az Aurora felé megyek, nem jól van. Egyébként... mekkora poén lenne, hogyha ténylegesen meg lehetne szelíteni valamit, ami aztán odaszokik a bázisunkhoz. Ez tök király lenne. Körbevenni a bázis mindenféle védelmi lényjel. Szentsárkokkal meg ilyesmi. Ez így egy kicsit szubmerzív lenne a játékkal kapcsolatban. Tehát nem érezném magam annyira betolakulónak ebbe a világba, mint amúgy érzem. Mert hát azért valljunk be, lezuhantunk egy idegen bolygóra és elkezdünk építkezni a víz alatt. Felhasználva a nyersanyagokat. És ha végigpillantasz ezen a gyönyörű szép óceánon, amit sokszor megteszünk, amíg játszunk, tehát nézzétek meg, milyen gyönyörű képződmények. Akárki is tervezte ezt a világot, big handshake, tehát ez tényleg gyönyörű. És annyira idegennek hatnak az Aurora alkatrészei, fuck you, man. Idegennek hatnak az Aurora alkatrészei, meg roncsai jobbra-balra, még így is, hogy egészen jól néznek ki, tehát tényleg szép gömbölyödött formájú letisztult épületek, de annyira idegennek hatnak itt ebben a világban. És hogyha kicsit jobban barátságba tudnánk kerülni a lényekkel, akkor az a gold shit. Akkor az jó érzést keltene bennem. Tehát nem kívülállóként tekintenék magamra ezen a bolygón, hanem a részévé válnék valamilyen szinten. Elég hülyén pacifistán hangzhat, amit mondok, de szerintem értitek, mire gondolok. Shit, ott is egy. Elég sokan vagytok. Viszont azt vettem észre, hogy nincsen sok fog. Tehát nem droppoltok annyi fogat, amennyit szeretnék. Rengetegre lesz egyébként szükségem. Majd a
terveim megvalósításához. Oh my god, menjetek majd. Lala, lenyúltam, oh shit. Meg is kaptam érte a büntit. Quartz. Jéj. Bubi farkúak, vagy nem is tudom, minek nevezzem őket. Mi van nálam, ami nincs nálam? Ez nem kell, az abszolút el nem kell. Szkenner. Majd néhány ilyen gázcsomót föl kell tőlük szedni. És még mielőtt kifagyok, ugye mentek egyet. Remélem hamar megoldják majd ezt a problémát, mert ez a konstans mentegetés, ez nekem nem gyere be. Elég sok... hogy is mondjam, nyersanyag veszett oda, azért mert vissza kellett töltenem az előző állást, amiatt, hogy kifagytam. What the fuck happened? Barlang? Quartz? Oké. Hol vagyok? Oh wow. Alig várom már, hogy áshassam ezeket a... nem is tudom, sziklákat, vagy képződményeket, amikből ugye nyersanyagot lehet nyerni. Ezt tudom, hol vagyunk. Ez az a bazi nagy... Ez az a bazi nagy... kráter, ja, aminek az oldalára le van tapadva egy csomó ilyen. Hát tulajdonképpen titánium és kopper. Lead is van már itt, jó, oké. És itt tök jó hely szerintem letelepedni, bár tudok jobbat is. De tetszik ez a Giant Coral Tube. Na jó. Amit még nem próbáltunk, hogy ezeknek a bogyójából kellett csinálni az aerogelt. Most tényleg nem néztem még mindig utána, de nem azért, mert rusta vagyok, hanem azért, mert kíváncsi. Hogy vajon meg tudom-e találni magamtól, hogy mi kell az aerogelhez? Vagy rá kell wikipédiáznom. És egészen addig, amíg ugye ilyen gázos a játék, addig nem fogok tudni rá, és nem fogok tudni mélyebb vizekbe keresni, már pedig szerintem ott fogom a választ megtalálni. A kvarc érdekében. Tele van az invi, úgyhogy szerintem hazamegyünk. Mennyi képződmény, azt nézzétek. Ugye vissza kell jönni. Gyorsan hazáig elstrasszolunk. Imádom ezt a sekélyes víz, nézzétek mennyi kvarc. Túl keveset jövök ide-vissza, az igazság. De hát ugye mélyebben izgalmasabb dolgok történnek. Legutóbb is például a Kúsbájomon túl voltunk és találtunk egy igazán frankó kis roncsot a víz alatt. Úgyhogy ja. Ringat a víz, hív a mélység. Aztán igazán kíváncsi leszek, hogy megtaláljuk-e ugye a aerogel-nek a receptjét. De az egyik tippem ugye ezeknek a gázbuborékoknak a léte. Hát gázból van az is, tehát aero az is timmelhet esetleg. Jaj, ne hagyj ki, kérlek. What? Tools? Stasis? Nem is néztük még meg. És egész könnyű elkészíteni. De én a Propulsion Cannon-re szavazok, mert ez csak megfogyasztja a fizikai objektumokat. És kurva nehéz vele eltalálni a Reaper-t, így érdekel tapasztalatban mondom. Míg a Propulsion Cannon-nel, illetve a Repulsion Cannon-nel, ugye a fölfejlesztett verzióval azért jóval könnyebb dolgunk van. Egész sok nyersanyaggal lettünk gazdagabbak, de még visszamegyünk. Még mindenféleképpen... Tele. Azt mondja, van itt nekünk... Titanium. Egész jól állunk nyersanyagba újra. Nem baj, a Kyklopshoz úgyis kelleni fog. Még van itt nekünk egy kis lead. Lead the way. Copper. What? Azzal is tele vagyunk. Ez már mind a fölös nyersanyagokhoz megy. Wow. Hát fölös nyersanyag, vagy spéci nyersanyag, ahogy tetszik. Crashfish powderből is van 3. Nice. Szuper. Együnk, ígyunk, amondó vagyok. Pótoljuk az elveszített életerőket. Egyébként, hogyha most visszamennék, lehet, hogy már az összes újra rám támadna. Úgyhogy tényleg inkább ilyen ideiglenes védelemként működik ez az etetés, mint szelítésként. Mentsünk egyet. Okay. Oh fuck! Eltört a kés! Wow! Na ez kellemetlen.
Igen, idő után elhasználódnak, de amint meg lesz mit is akartam mondani? Milyen station? Valami... A francba mindig elfelejtem ezeket a neveket. Túl sok játék, túl sok játék. Upgrade station? I think so. I don't know. Hol vagy? Really? Mindegy, tehát az ugyanilyen csak ami leállítható ide, és ugye felfejleszti a dolgokat. Na, az kell. Na, nincs nálam a izé a... Mi a tököm? Tényleg, annyira ki vagyok kopva agyilag, hogy az valami ijedetlen. Szóval... Egyszerűen megnézhettem volna itt is. Blueprints. És akkor a legfőső. Ja, aha, Modification Station, idiot. Miért nem jutott eszedbe hamarabb? Tehát na, azt is. Megszerezhetnénk. És akkor felfelezhetnénk a cuccokat, de az még messze van. Ugyanis fogalmam sincs, hogy hol található. A blueprint hozzá. Kéne egy kés, ugye. Úgyhogy csináljunk egy kést, készítsünk egyet. Föl tudnánk fejleszteni a kést is gyémánt pengéjű késé, vagy hevített pengéjű késé, ami azonnal megsüti a halakat, ha megvágjuk. De mivel elég sok kajánk van itthon, ezért szerintem arra nem lesz szükség, viszont gyémánt erősségű késre benevezni. Minden túlélő vágya. Ah, fuck it. Szerintem csináljunk akkor még egy kést. Már ajánlik csináltam, el is felejtettem. Egész ideig kibírt a játék elejétől kezdve, úgyhogy egész jól bírt a szilikon és titánium, of course. Szilikonunk, és titánium. A szemedében is van már. Puff, nagyon jó. Régen azért egy kicsit nehezebb volt azért megküzdeni ugye a játék elején. Nice knife. Yay. Amúgy tökre tetszik a késnek a dizájnja. Elfogadnék egy ilyet való életbe. Na. A nézetéből adódóan mondjuk inkább porcelánkés, mint fém, de hát na, kit érdekel, az is király. Mondjuk nem éppen Survivor helyzetekre lett kitalálva a sérülékenysége miatt. Cool, el is vagyunk. Szerintem, amondó vagyok, hogy maradék időben kezdjünk el dolgozni azon, hogy ne fagy ki, please, köszönöm, hogy egyébként, ha nem recceg a játék, 40 plusz, 50 plusz FPS-en van, tehát így, nem tudom, mi történik. Na jó, kezdjünk el dolgozni a Kyklopsnak az adalékain. Szóval, azt mondja, hogy ugye a mobile vehicle bay kell hozzá, hogy megépítsük, de innen is megnézhetjük, hogy mi kell hozzá, és az előbb meg is találtam, pont rávittem az egeret véletlenül. Megtaláljuk. Oh. Ultra Kyklops Reinforced modul. Na, szóval, 5 plastil ingot, az 5 ingot kombinálva lítiummal. Enameled Glass 5. Nézzük, az Enameled Glassből van-e 5. Abból megvan 1, 2, 3, 4, 5, és még marad is 3, azaz egy obszervatóriumos szobára még elég is lesz. Tehát, blueprint. Lubricant 2, Advanced Wiring Kit. Tehát igazából a plastil ingot a kérdés. Mert minden másból van. Úgyhogy kezdjük el felhasználni a titániumunkat. Kezdjük innen. Szóval ez 1, 2, 3, 4, 5. Megvan, gyerekek! Júj! Ez király! Nem mindegyikkel. Ui, take all, nincsen take all gomb, az azért elférne egy játékba. Na mindegy, kezdjük el. Úgy látszik, hogy meg lesz csinálva a külklopszunk. Bár silver nincs, úgyhogy az kell az Advanced Wiring Kithez, ha jól láttam. Úgyhogy shit, megint a silverrel van a probléma. Viszont mindenféleképpen vissza kell mennünk majd titániumot farmolni, mert miért lépsz ki? Mert hát na, most eléggé hiány leszünk, és azért van egy-két dolog a külklopszon is, amit meg szeretnék majd újítani, javítani, fejleszteni. Ó, oh, wow, elfogyott. Mennyi van nálam? 3. Tehát még kell összesen. Majd az egész. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Csáj. Nagyon komoly.
Hát nem gondoltam volna, hogy már megvan hozzá minden alapanyag. Én úgy tudtam, hogy kell hozzá még valami fura dolog. De az lehet, hogy csak a kompenzátorhoz kell majd. Mármint a, ugye a merülő nyavajájához. Vagy az energiafelhasználási modulhoz? Én már nem tudom. Elég rég készítettem, és nincs kizárva, hogy megváltoztatták a... What the fuck? Ja igen, ennyi kellett összesen. Jó, oké. Aha. Lítium. 1, 2, 3, 4. Hát majdnem meg is van bőle mindegyik. Le. Hol vagy? Hol a lítiumos? Shit, nem tudok olvasni se. Egyébként lehet azért vagyok ennyire kába, mert vízipipázás után vagyok, és hát jó, semmi vicces nem volt benne, tehát nem használtam vicces anyagot, csak gyümölcsös, hát ha jól éreztem, akkor cseresznyés volt, vagy meggyes, de szerintem inkább csak cseresznyés. Mindegy, tehát annyira lenyugtatja az embert, hogy ezután leülni játszani, ilyenkor érdemes kompetitív meccset játszani Overwatch-ban, mert magasról lett, teszel rá, hogyha esetleg elbukod a dolgot. Viszont nem is túlságosan javítja az esélyeidet, hogyha ilyen hippi állapotba üsz le a játék elé. Na mindegy. Most már le sem mosol magamról, hogy azért játszok ezzel a játékkal, mert ringott a víz. Na, azt hiszem ez az utolsó. yeah. Ja, 5 plastil ingot, done. Jó. 5 emerald glass. Oké, lubricant 2. Hát az easy peasy, ugye van nekünk egy gyönyörű szép kis ültetvényünk. Azt mondja, hogy 2 lubricant kell. Egy lubricant, az három. Yeah, I think so. 3 darab ilyen. Ha, még mindig este van. Ez mondja. Akkor viszont 6 kell. 1, 2, 3, 4, 5. Nem látok semmit. 5, 6. Annyira fényes, hogy nem látok semmit. Jesus Christ, nem látok semmit. What the fuck? 1, 2, 3, 4, 6, jó, megvan mindegyik. Ejj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 
Nem. Sajnos nem az én gépemben van a probléma. Bár inkább lenne ez is, akkor nektek legalább működne rendesen a játék. De ezt leszámítva mondom, tényleg semmi izé nincs benne, semmi recenés, meg rokkanás, úgyhogy... Ja, ez szerintem memory leak lesz, de remélhetően a fejlesztők van megoldják. Jó, látom. Elég régóta görnyedek már a gép előtt, de... Sajnos csak most volt időm videót készíteni. Inémület lesz 5, oké, és akkor Advanced Wiring Kit. Hol is van? Igen. Ha kell, computer chip és gold. Ja, gold van, computer chip nincs. Table Coral Sample az egyszerű. Silver. Már annyiszor megnéztem, és minden egyes alkalommal elfelejtem. Ha! Üres! Nice! Haha! Oké. Szerintem menjünk, akkor keressünk Silvert. Oké. Jó. Na menjünk ki akkor így. Ezúttal magammal vigyem a buborékocskámat. Hát, Silver azért elég mélyen van, úgyhogy vigyük csak magunkkal a buborékot. A zöld buborék. Ja. Mivel kicsit megváltoztatták az ezüst felelhetőségét, azért nem is kell majd annyira mélyen mennünk, és azért majd, amit útközben föltörünk szedni titániumot, meg kvarcot, azt is magunkévá tesszük. Majd igaz, tényleg nem tudok beszélni. Az Tucker Beach. Koppert. Nem gondoltam, hogy egyből szerencsém lesz, hát nem is lett. Titánium. Nem látszik egyébként a lámpája eléggé, tehát lehet, hogy vissza fogom változtatni fehérre a kinézetét, mert így zöldenek, kicsit zöld-feketén beleolvad a környezetbe, és ez egy csöppet zavaró. What the fuck, miért nem töltöd be a te... Oh, sorry. Oh, wow, oké. Okay. Igen, ilyenkor szoktak kezdeni a problémák, úgyhogy szép. Áu. What? What? What hurt me? Csak fel akartam így emelkedni. Jesus. Itt is vagyunk a... mentőkabinunk alatt. Jó, lassan hajnalodik, úgyhogy ebben se lesz gond. Ilyen apró koccanástól már is lesérült majdnem 10%-ot a... bubink. Érdekes. Várjunk, ez most az Aurora segge mögött van, ugye? Ó, nem. Nem, abszolút nem. Jó, akkor jó felé megyünk viszont. Ó. Creepy.
kell egy darab szilver. De az se baj, ha kettő, ez az. Szedjünk még össze párat, ha még itt vagyunk kint. Hajnalig nézegessünk, én a mondó vagyok. De csak nézegessünk, szedjünk is, de értétek, mire gondoltam. Kéne néhány szilver még, ugye, pluszba. Get the fuck off. Jó dolog ebben, hogy a bubit támadták engem, meg hagytak szedegetni. Na vicces. Oké. Okay. Ó, lead, az nem kell, de mindegy, vigyük. Itt is van, oh fuck. Copper. Nope. Gold, fucking gold. Oh, what? Ui! Találtam még egy szilvert egyébként, by the way. Szenium. Hit and run, hit and run. Oh, oh. Oh. Oh, mennyi cucc. Wow. Ide hordták a stalkerek. Hol a picsába hagytam bubit? Úristen. Wow, mennyi van ma? Sokan vagytok. Haha. I did good. Oh, lejárat. Ez a izéhez visz egyébként a föld alatti. Ja, ahonnan, ahol találtuk ugye a moonpult, meg az ilyesmit ott a föld alatti kis, nem is tudom minek nevezzem, barlangrendszerbe. Hát végül is az, úgyhogy jól neveztem, de... Fogat nem akarsz itt hagyni nekem? Vagy te? Please? No. Nope. Nope. Ow. Na jó. What the fuck, ez kicsit hangosabb volt, mint szeretem. Leave me alone. Azt hittem rá, hogy hosszabb. Idő, most nekem tűnik csak úgy, hogy idő után tényleg nem dobálnak már fogat. Tehát... What? Hey, látjátok őt? Ő miért zöld? Te miért vagy zöld? Ez fura. Látjátok? Ugye, hogy látjátok, nem csak én látom. What? Ez érdekes. Miért vagy zöld? De jó lenne, ha tudnálok szkennelni. Ő valamiért zöld. Láttátok ti is, ugye? Ott egy fog egyébként. Apropó. Miért zöld az egyik, és nem zöld a másik? Oh-oh. Na, valami történik, gyerekek. Freaking gold, az mehet. Három szilverünk is van. Most nagyon-nagyon szeretném szkennelni, hogy megtudjam, hogy ő miért zöld. Valószínűleg a szkemből kiderülne egyébként. Oh. Kéne fogni halat. Fognék egy halat, és fölkínálnám neki, talán belenyugodna abba, hogy leszkenneljem az arcát. Fogjunk is egy... mennyi kvarc? Nem adhatom itt ezt a sok kvarcot. Copper. Ez a sok kvarc, ez kell? This is mine. All mine. Oh, fuck you. Lead. Tudom, hogy titániumot dobtam ki, de egyértelműen nem kell annyira, mint a kvarc. Copper abszolút-e. Gyorsan bemegyünk, tankolunk. Mármint levegőt. Tehát van zöld. Lehet, hogy a fertőzés miatt ugye, amit a... What? Beleúszott a földbe. Beleúszott a földbe. Eltűnt. Oké, ez fura. Tehát vannak zöld szörnyeink, én meg nem zöld szörnyeink. És ott egy fog is. És itt van még helyem. Fogakért mindenképpen érdemes kimászni. Ugye az Enameled Glass érdekében. Hát akkor csak nekem tűnt úgy, hogy elfelejtenek idő után fogad dobni. Dobálnak ezek rendesen fogad, csak szét kell nézni. Tényleg beleolvad a homok színbe nagyon a... Az állaga meg a színe. Au. Igen, szép. Na jó. Ez érdekes. Most tényleg ott a zöld. Shit. Hogy szkenneljelek? Kéne egy kurva hal. De az a baj, hogy hárman is vannak, úgyhogy nem tudom, hogy be tudnám ezt szkennelni, anélkül megdöglenék.
Hát, at least try. Fogok egy pipert, mondjuk. Piper. Bazeg. Hol vagy? Komolyan, anyád, de gyors vagy. Én meg szakadok. Így meg aztán, ó, ott egy olyan, izé, vérszipolyozó szúgyok. Hát, nem ide kéne. Hol vagy, kedves zöld barátom? Oh, fuck you. Te nem a zöld vagy. Hol a zöld? Zöldet keressük meg, és próbáljuk meg szkennelni, hát, ha kiderül belőle valami. Ez olyan, tényleg olyan, mint a fertőzés foltjai lennének rajta láthatók. Hát mekkora király lenne, hogyha be tudnám szkennelni, ott is van. És meg tudnám fejteni a fertőzésnek a gyógyításához való módot, vagy most nem tudom, értitek-e, mire gondolok. Hey, 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 hey. Gyere csak, van itt egy finom, finom, finom falat. Finom, 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 finom. A fucking, fucking shit. Nem jön ide. Lefelé akar úszni. Ó, oh, látjátok a ereket, meg a mindenféle nyavaját rajta? Hát ez jelzi, hogy fertőzött. Lefelé akar úszni mindenféleképpen. Lehet, hogy a föld alatti barlangrendszerből jött föl. Alien Lifeform Stalker? Nem. Ez csak... Oh, oh. Ez csak sima... Jó, mennyi piper? Sima Alien Lifeformnak veszi, nem pedig a fertőzött verziójának. Na jó. Mindegy, ezt is megtudtuk. Mit is szereztünk, amit nagyon kellett? Ah, igen, Silvert, jó, menjünk gyorsan. Egy kicsit sidetrackelt belettem, na mindegy. Legalább szkenneltük a stalkert is. Érdekes. Tehát ugye a precursor gun... Elfelejtettem, hogy hagytam abban a mondatomat, úgyhogy inkább kezdem az eléről. Ugye a precursor gun az, mikor hatástalanítani akartuk, akkor vért vett tőlünk, és azt mondta, hogy fertőzöttek vagyunk. És itt ez a, az a stalker, ez egyértelműen úgy nézett ki, mint ami fertőzött, tehát lehet, hogy az lesz majd a küldetés, hogy megtaláljuk ennek a fertőzésnek a gyógymódját, és akkor ki tudja, meggyógyítsuk, és akkor el tudjuk majd hagyni a bolygót, úgyhogy nem lövik majd ugye és hát hatástalanítani tudjuk majd a prekurzorgant, és akkor el tudjuk majd hagyni egy másik űrhajóval a bolygót. Talán, ki tudja. Még ez is lehet, hogy a sztori része lesz, de az már biztos, hogy ez a stalker egyértelműen úgy nézett ki, mint ami fertőzött. De félretéve a témát... No, please! Oh, de jó, hogy szaggattam egyet, így legalább eszembe jutott menteni. Azt mondja, hogy ja, van egy csomó stalker fog, nagyon komoly. Jó. Ó, table coral sample. Shit! Ezt még gyorsan meg akarom csinálni, még mielőtt véget ér a videó. Jó. Kicsit hurry-hurry van. Ez table coral? Table coral? A fuck elmerült. Ah, shit! Lemerült az elem. Come unprepared. Buski. Oké. Visszavickélünk. Egyébként egyre inkább tetszik a bázis, ahogy elnézem. Viszont nagyobbat nem merek csinálni, ugyanakkor kíváncsi vagyok, hogy tényleg megtámadja a bázisomat a Sea Dragon. Ugyanis a pletyák szerint megtámadja a bázist a Sea Dragon, hogyha túl nagyot építünk. Tehát följön és szétkeni a szánkat. Csak azért, mert túl nagyot építünk. Na. Van itt még nekem ugye... Gold, gold. Azt mondja, Electronics, Advanced Wiring Kit, ugye kell a computer chip. Oh, már quartz is volt nálunk, úgyhogy ez is király. Akkor Advanced, up, nice. Azt mondja, van elég helyem, van ám. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, shit. Ezt a sok szicsóért le kell dobálnunk. Hogy legyen helyünk ugye az Enamulet Glass-nek, és ha megvan minden, akkor jöhet a... Cyclops! De hát nem gondoltam volna, hogy a mai részben megépítjük. Amúgy sem akartam nagyon elkoborolni otthonról ugye a Game Crash miatt. Na most elég jó 60 FPS-t produkálunk, úgyhogy szerintem itt nem lesz gond. Nagyon jó. Egy kis titániumot visszaszereztünk abból, amit felhasználtunk, úgyhogy minden oké lesz szerintem. Ezt a két szilvert még mielőtt ügyes módon kikresselünk és megszabadulok tőle. Azt mondja, hogy 2, 3, 4, 5. És akkor elvileg... minden rendben lesz... Na fuck. Na fuck. Hol van? Na,
blueprints. Lubrikánt, ajj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 j
Cyclopson. Na, mit szóltok hozzá? Lehet, hogy aki nem látta, annak még újdonság lesz. Én már egyszer megcsináltam ugye videón. De még mielőtt kifagyunk. Save. Te kell lesz nekem mobil vehicle-be. Oh Jesus, mekkora nem látok tőle semmit. A bluff! Yay! Yay! Nice. Na! Kickups, baby! Hell yeah! Látok? Nem látok. Mi van? Mondom. Kickups! What the fuck? Valami nem oké. Okay. Oh Jesus! Wow, wow, wow! Gyerekek? A játék buzi. Most komolyan mi a tököm van. Oh no! What the fuck? Kiklops! Miért nem? Ne már! Mi van? Itt vagyok, megvan minden nyersanyag, what the fuck? Ezt elhiszitek ezt? Tehát rákatintok. És már valamit csinálnak is ezek a kis nyavaják, de aztán végül nem csinálnak semmit. Megvan mindenem, ugye? Oké, okay, já, tehát srácok, ez most cefetül elvette a kedvemet. De tényleg, tehát... Really, what the fuck? Hú, oké. Okay. Jó van gyerekek, hát ennek a játéknak nagyon-nagyon komoly problémái adódnak éppen mostanság. Nem elég, hogy általában kikresselünk, de úgy látszik, hogy a mobil vehicle-ben ilyen bugolt. Ne kérdezzétek, hogy mi van. Fogalmam sincs, ezt is meg fogom írni majd fórumra nekik. Hát remélem, hogy kurva hamar megjavítják, mert ez így szomorú dolog. Ez így nagyon szomorú dolog. Ez egy nagyon szomorú dolog. A legtutibb frankóbb járgányt nem lehet megépíteni a játékba, tehát... Ja. Na jó. Ez így szívás. Hát, minden esetre köszönöm szépen a figyelmeteket, dobjatok egy lájkot, hogy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok nektek, srácok. Sziasztok. Ez egy szomorú sziasztok.